Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egy ideje kerülgetjük a költségvetést, mint témát, mondjuk most legalább konkrétumról is beszélhetünk. Múlt csütörtök este a tervezet megjelent a pénzügyminisztérium honlapján, azóta azonban csend honol már, mint nincs mozgása a dokumentum körül, amelyet el kell fogadjon a kormány, meg kell szavazzon a parlament, és ki kell hirdesse az államfő. Mondjuk utóbbi a legkisebb gond, hisz Klaus Johannisnak tetszik a PNL Ussere plus RMDS alkotta koalíció, de mind a koalíción belül, mind pedig a parlamentben, mind pedig a szakszervezetek részéről van elégedetlenség az idei költségvetés tervezettel kapcsolatban. Ez lesz a fő témánk ma este, de beszélni fogunk a honatyák eltörölt speciális nyugdíjáról, valamint az egészségügyi miniszter ellen benyújtott és elbukott egyszerű indítványról is. Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője a sajtóprés asztalánál, Lorenzovics László orvos közgazdász, egészségügyi közgazdász, egyetemi oktató pedig interneten keresztül kapcsolódik be műsorunkba. Uraim, jó estét! Jó estét kívánok! Urak, a mai nap híre a politikában, tehát nem a költségvetésről, költségvetési törvénnyel kapcsolatos, bár nyilván van köze ehhez is, a törvényhozók speciális nyugdíjának a felszámolásáról szól, tehát a képviselők és volt képviselők és volt szenátoroknak járó speciális nyugdíjnak az eltörléséről. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, illetve az Ussere Plus közös kezdeményezéséről van szó. A helyzetnek a pikantériája az az, hogy 2015-ben, ha nem csal az emlékezetem, a Szociáldemokrata Párt kezdeményezte a speciális nyugdíjaknak a bevezetését. Akkor az RMDSZ-es honatyák lelkiismeretére volt bízva az, hogy hogyan szavaznak. Az Ussere, a Mentsétek meg Romániát szövetség az harmadik éve, ez a negyedik éve, hogy kardoskodik a speciális nyugdíjaknak az eltörlése mellett, és tavaly ősszel, nyáron beállt a Nemzeti Liberális Párt is ebbe a vonalba. Tehát van a honatyáknak járó speciális nyugdíj, amelyet most testületileg megszavaztak a honatyák, kivéve az RMDSZ-nek a honatyáit, akik nem szavaztak. Örvendek, hogy felvezetted ezt a kis visszatekintést, de talán egy pár évvel előbbre is vissza kellene mennünk. Úgy értjük meg a mai nap történését, és a mai nap történésének a visszásságát valójában. Ezeket a speciális nyugdíjakat még a 2008-2009-es válság előtt kezdték becsempészni, bevezetni ezeket. És amikor volt a jelenlegi kolozsvári polgármester Emil Bock vezette kormány, akkor Emil Bock próbálta meg felelősségre vállalással eltöröltetni ezeket. Na most miért érdekes megnézni ezt az időszakot is? Ma délben meghallgattam még egyszer egy bejelentkezésben, amikor elmondta Emil Bock, hogy hol voltak a csapdák, hol voltak a buktatók, mikor el akarták törölni. A lényeg az, hogy a kivéve a bírák és az ügyészek nyugdíját, sikerült a többi speciális nyugdíjt egy törvénnyel eltöröltetni. Ezután csempészték megint vissza valóban a szociáldemokraták. Ha az emlékezetem nem csal, akkor pont Csoláku volt egyik kezdeményezője, vagy legalább vehemensen akkor érvelt amellett, hogy miért kell bevezetni ezeket. Az érdekesség az, és itt mindig felmerül az, hogy milyen alkotmányossági buktatók vannak, az alkotmánybíróság mely esetben törölhetné el. Ma is nagyon sok, főleg gazdasági és nem politikai jellemző hangsúlyozta azt, hogy van ebben a ma elfogadott törvényben is buktató, amiért eltörölheti vagy visszadobhatja majd az alkotmánybíróság. Tehát ez a... Úgy tudom, a Szociáldemokrata Párt kezdeményezését tupírozták fel, és azt fogadták el a végén, kivéve az RMDSZ-t, aki tartózkodott, tehát nem szavazott ebben a kérdésben. Tehát nagyon érdekes megnézni a következő napok történéseit, hiszen valóban egy törvényalkotás, vagy egy törvény eltörlése esetén nagyon oda kell figyelni, hogy mely buktatók viszik esetleg vakvágányra a mindenki által igényelt
változtatást. Lorenzovics László, közgazdászként ön hogy látja a hunatyáknak járó speciális nyugdíjak eltörlésének a kérdését? Azt hiszem, hogy elfelejtettek megkérdezni valakit, és pedig az adófizetőket, hogy erről mi a véleményük, és ők, akik havi szinten fizetik a nyugdíjat, milyen nyugdíjba fognak részesülni. Én úgy gondolom, hogy a speciális nyugdíjak kérdése azok személyeknek, akiknek nincsen speciális státuszuk, egyáltalán nem is kéne beszédtárgya legyen, tehát nem is kéne létezzen, és a speciális státussal rendelkezőknek a nyugdíját pedig mindenféle kiskapu kereséssel jól szépen felpumpálták, ezt rég kellett volna felülről korlátozzák. Egyáltalán nincs rendben az, hogy egyesek évbérért dolgoznak, vagy minimális nyugdíjat kapnak, és mások úgy élnek, minthogyha a speciális nyugdíjból, minthogyha legalábbis virágzó csúcsvállalkozás vezettek volna egész életükben, és azután adóztak volna. Ne felejtsük el, hogy Romániában ezek az összegek mind államadósság terhére vannak kifizetve, és ez gyakorlatilag a jelenlegi fiatalok és aktív lakosoknak az életszínvonalát terheli, és a jövőbeni kilátásait. A tények kedvéért mondjuk el azt, hogy tavaly 768 volt képviselő és szenátor tartozott a kedvezményezettek közé, ők több mint 10 millió euró speciális nyugdíjt kaptak évente az államkasszából, ennyit fordítottak erre a célra, és az átlagos nyugdíj az 5843 lej volt. Viszont ott van a másik oldala is az éremnek, hogy az Európai Unió tagállamainak a nagy részében bevett gyakorlat az, hogy a hunatyák azok speciális nyugdíjat kapnak, és az Európai Parlamentben minden egyes ledolgozott hónap után külön nyugdíj jár. Az RMDS volt ma az egyetlen parlamenti alakulat, amelyik nem vett részt a szavazáson. Minden luxus nyugdíj eltörlését akarják az RMDS-es hunatyák, tehát nem csak a hunatyákét, hanem az ügyészek, bírák, pilóták, stb. Turos Loránda, az RMDS szenátusi frakciójának a vezetője van itt velünk telefonon. Jó estét! Jó estét kívánok! Az előbb hallottam egy információt, és pontosítani szeretnék. Jelenleg valamivel több mint 800 volt parlamenti képviselő és szenátor a külön nyugdíjat. Ennek a költségvetési terhe havonta, ennek a költségvetési terhe összesen olyan 4,5 millió lej. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi következetesen, nem csak most, az előző mandátumok során is azt az elvet képviseltük, hogy a nyugdíjak kiszámolásának az alapvető elve az a hozzájárulás kell legyen. Sajnos, hogy kialakult ez a rendszer, az évek során egyre több és több személy részesül speciális nyugdíjba, külön nyugdíjba. Külön nyugdíj alatt értendő minden olyan nyugdíj, amely nem a hozzájárulás elve alapján lett kiszámolva, és mi azt gondoltuk, azt gondoljuk most is, és azt valljuk, hogy minden külön nyugdíjat el kell törölni, vagy amennyiben vannak alkotmányos buktatók, hiszen láttuk, hogy sok esetben vannak, meg kell találni azt a módot, hogy ezeket valamilyen szinten maximalizáljuk, vagy megadóztassuk. A parlamenti képviselők és szenátorok külön nyugdíja az összes Romániában levő külön nyugdíjaknak 1,38%-át teszi ki. Az, ami ma történt a parlamentben, nem más, mint szemfényvesztés, forhintés. Nem oldottunk meg költségvetési problémákat, nem oldottuk meg azokat a méltánytalan, igazságtalan helyzeteket, amit teremtettek azok a jogszabályok,
amelyek megállapították külön nyugdíjakat. Egy kutyonkomédia volt az, ami a parlamentben történt. Ha kicsit megnézzük külön nyugdíjakat, több mint 74%-a külön nyugdíjaknak bírók és ügyészek nyugdíjat teszik ki. Mi azt gondoljuk, hogy minden külön nyugdíjat egyszerre kell tárgyalni, és nem olyan 3-4 soros törvénytervezettekkel, mint amelyet ma tárgyalt a parlament, féloldalas indoklással, hanem tanulva abból, ami az előző években történt, elemezve azokat az alkotmánybírósági döntéseket, amelyek alkotmányellenesnek nyilvánítottak több hasonló kezdeményezést, olyan jogszabálycsomagot kell létrehozni, amely egyszer mindenkorra megoldja ezt a problémát. Megmaradt még, ma parlament eltörölte a képviselők és szenátorok külön nyugdíját, megmaradt még 11 kategória. A titkosszolgálatok volt tagjai, nyugdíjasok, ügyészek, bírák, számvevőszék tagok, börtönőrök, rendőrök, katonák külön nyugdíjat kapnak, és mi azt gondoljuk, hogy ez akkor korrekt, hogyha az egészre megoldást találunk. Azzal, hogy az egész külön nyugdíj rendszernek az 1,38%-át megszüntetjük, azzal nem csinálunk más, csak mert a parlament nem csinál más, csak úgymond kipipál egy választási ígéretet, de nem oldja meg a valós problémát. Na, szerintem, szenátor úr, hogy nem oldják meg még a valós problémát, és hogy az RMDSZ azt szeretné, hogyha minden kategória esetében eltörölnék a speciális nyugdíjat. Csak hogy nincs abban logikai bukfenc, hogy az RMDSZ azt mondja, hogy mindent el kell törülni, és amikor elkezdődik az eltörlés, tehát eltörölnek egy kategóriát, akkor az RMDSZ azt nem szavazza meg. Tehát miért ne következhetne ezután? Tehát miért a feltétel az, hogy egyszerre az egészet? Miért nem lehet így fokozatosan most a honatjákét, és majd holnap vagy holnap utána az ügyészekét, utána a bírákét, majd a pilótákét, és majd két hét múlva a börtönőrökét. Nem értem, hogy miért, mi ebben a probléma. Én azt gondolom, hogy a többi politikai pártnak akkor lenne valós szándéka hozzányúlni ezekhez a rendszerekhez, hogyha egységesen tárgyalnánk. És azzal elég megnézni a törvényszöveget. Elég megnézni azt, hogy kihúztak a fiókból három törvénytervezetet, amelyet egy ma megalakult szakbizottság másfél óra alatt letárgyalt, és hozott egy jelentést. Ez nem parlamenti munka, ez egy vicc, ez egy kutyakomédia. Én nem vagyok alkotmányjogász, és nem nyilatkozhatok arról, hogy ez megfelele vagy sem az alkotmányos követeléseknek. De nagyon sok hasonló törvény nem állta ki az alkotmányosság próbáját. Ezt egyszerre kell tárgyalni, és nagyon komolyan kell venni. Hiszen az előbb hallottuk, hogy annak idején a DOK kormány idején voltak hasonló kezdeményezések, ahol bizony meg lehetett úgy fogalmazni néhány törvényt, amely kiállt az alkotmányosság próbáját. Az, hogy a bírák és ügyészek külön nyugdíjának eltörlése alkotmányellenes, az részben igaz, hiszen az alkotmánybíróság mondta, hogy maga a nyugdíj megléte egy fontos intézmény, és valamilyen szinten a bírói függetlenséghez járul hozzá, viszont annak tehát a külön nyugdíj kvantumát a
azt lehet tárgyalni. Az Alkotmánybíróság nem mondta azt, és nem is mondhatja azt, hogy 25 év munkaviszony után valaki akár 50 évesen nyugdíjba mehet 20 ezer lej nyugdíjjal, és utána, lévén még aktív életkorban, munkát vállalhat, és ez történik, nagy részük állami szektorban. Tehát, hogyha megnézzük, itt komplexebb a dolog. Nem csak maga a külön nyugdíj a probléma, hanem nagyon sok esetben az is probléma, hogy gyakorlatilag fiatalon aktív emberek 45-50 évesen nyugdíjba mennek 10-15 évvel hamarabb, mint más állampolgárok. Ezt a külön nyugdíjat életük végéig kapják, és mellette még dolgoznak. Tehát az egész rendszert, a nyugdíjhalmozást, a külön nyugdíjhalmozást át kell gondolni, és ez nem egyik napról a másikra megy. Ahhoz, hogy egy olyan törvényt hozunk, ami az alkotmányosság próbáját kiállja, nem elég az, hogy másfél órán át ülésezik egy bizottság. Még egy kérdést engedje meg, szenátor úr. Tehát van tizen akárhány kategória. Jól értem azt, hogy az RMDS az összes kategória eltörlését szavazza csak meg, vagy összes kategóriának a speciális nyugdíjának az eltörlését szavazza meg. Tehát, hogyha egy ezekből kimaradt, teszem azt az ügyészek, akkor az RMDS ezt nem fogja megszavazni. És tegyük gyorsan hozzá, hogy 2015-ben, mikor az RMDS honatjáinak lelkiismeretükre volt bízva az, hogy szavazzanak-e vagy sem arról, hogy kapjanak-e speciális nyugdíjat vagy sem majd a tevékenységük befejezése után, akkor az RMDS szenátorainak és képviselőinek a többsége megszavazta 2015-ben a kezdeményezést. 2015-ben magam nem voltam a parlament tagja, tényleg nem tudom, hogy ki szavazta meg név szerint és ki nem. De azt gondolom, hogy meg az egészet egyben kell tárgyalni. Tehát ha jó hiszeműen állunk ehhez a kérdéshez, akkor megtaláljuk azt a megoldást, hogy ezeket megszüntessük, vagy amennyiben az alkotmánybírósági döntések alapján csak ehhez munka kell. Mert ehhez azokat az alkotmánybírósági döntéseket át kell tanulmányozni, és jó hiszeműen kell hozzáállni a probléma megoldásához. Ha ez nem lehetséges, akkor maximalizálni az összeget, vagy adott összegen túl megadóztatni akár 99%-kal. Tehát vannak megoldások, amelyeket meg tudunk találni, de ezt meg kell találni. Ez, ami ma történt, nem más, mint forszintés. Tegnap a két ház vezetőségének ülésén eldöntötték, hogy ma erről szavazás lesz. Úgy, hogy a szakbizottság, amely jelentést kell készítsen, még nem állt össze. Tehát a mai ülés első napi rendi pontja volt az illető szakbizottság megválasztása. Összeültek, és nem egy óra, másfél komoly munka után, hanem veszekedés után kijöttek egy döntése. És nem arról szólt történet, hogy hogyan lehet azt a törvényt úgy megírni, hogy igazságos, méltányos legyen, kiállja az alkotmányosság próbáját, hanem azon ment a vita, hogy a PSD, a PNL-e vagy az USZR-e törvénykezdeményezését véleményezzék pozitívan. Szenátor úr, Turos Loránnak, az RMDS szenátusi frakciójának a vezetőjének köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre. Karácsony Zsigmonddal és Lorenzovics Lászlóval folytatjuk. Nem a speciális nyugdíjakkal kapcsolatosan fogunk beszélgetni most, hanem a mai nap másik politikai hírével, és pedig azzal, hogy a Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt
esetében a papírforma érvényesült, tehát a szociáldemokrata kezdeményezést leszavazta a képviselőház. Nyilván volt néhány képviselő, aki liberális képviselő, aki tévedésből megszavazta az indítványt, de hát ez elenyésző volt ezeknek a száma, de hogyha mindenki meg is szavazta volna, akkor sem lett volna semmiféle következménye ennek, hisz Florin Kücsú miniszterelnök úr nem köteles leváltani egy ilyen egyszerű indítvány megszavazása után sem a kormányfőt, ennek csak egy fokmérője annak, hogy bíznak-e a kormánykoalíció tagjai az egészségügyminiszterben, vagy sem. Lorenzovics Lászlótól kérdezném, hogy Vlad Voiculescu egészségügyminiszter úr megérdemelte ezt, kiérdemelte ezt az intőt, amit a szociáldemokratáktól kapott? Hát egyrészt egy kicsit korai ez a bizalmatlansági indítvány, mert alig-alig állt össze a csapata az új miniszternek, vagy mondhatnám, még csak össze sem állt a csapata, úgyhogy nem is volt alkalma, lehetősége még komolyabb döntéseket hozni. Talán egy dolgot lehetne felróni a miniszternek eddig, hogy konkrét terveiről se beszélt, és egy kicsit passzív volt ebben az időszakban, és hát ugye a tüzeset és az oltás a programálások és szállítások közötti botrányok nem tettek jót a közegészségügyi rendszernek az imidzsének, és ezt nem hagyhatta ki az ellenzék. Azért olyan szempontból egy intés lehetett, hogy figyeljen, hogy nagyok az elvárások, és hogy a passzivitásnak nincs itt a helye ezekben az időkben. Vlad Voiculescu 2016 és 2017 között szintén egészségügyi miniszter volt, a Dacian Csolos vezette technokrata kormányban. Most azt mondta hétfőn talán, vagy vasárnap azt nyilatkozta, hogy azóta semmit nem fejlődött a hazai egészségügy. Semmi nem változott az állapotán, tehát nem lett jobb. Ön belülről ismeri a rendszert. Valóban így van, hogy 2016-2017 óta eltelt 5 évben semmi nem történt? Nagyon sok minden történt, nagyon sok minden változott, de nem elég és nem minden jó irányban. Hát ne felejtsük el, hogy óriási béremelések voltak. Ez ugye egy bizonyos anyagi biztonságot és megbecsülést hozott az egészségügyi személyzetnek, és jöttek a mellékhatások is, mert azok is komoly béremelést kaptak az egészségügyben, akiknek a tevékenysége az elvárások alatt volt mennyiségileg és minőségileg is. Valójában egy csomó szabályzás nem változott, pedig kellett volna változzon, mert hiányosságok voltak, feszültségek voltak, változik a betegségek struktúrája, csökken a születések száma, minden dinamikában van az egészségügyben is, hogyha nem változtatod a rendszert, és nem alakítod, nem adaptálod ezekhez a változásokhoz, akkor az alacsony hatékonyság felüti a fejét egyre több helyen, és megjelenik a pazarlás és az erőforrásokhoz felhasználása, nem beszélve a különböző korrupciós problémákról, amelyek napi szinten ütik fel a fejüket, a megjelenő hiányokról, tehát nagyon sok probléma van, ez nem igaz, hogy nem változott semmit az egészségügy. És visszatérve az ő rövid mandátumára, ne felejtsük el, hogy kisebbségi kormányzás volt akkor, és gyakorlatilag nem volt mit csináljon, nem volt semmilyen kezdeményezést, komolyabb átszervezést nem tudott volna átvinni. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy egy nyugodjon meg a rendszer típusú mandátum volt az a fél év. Zsiga, te a politikával foglalkozó újságíró, hogyan értékeled az egészségügyminiszter ellenben nyújtott egyszerű indítványt? Ez egy csepp a román politika tengerében. Nyilván viszont fodrozódni fog ez a csepp, és kiválthat valamit? Lehet, hogy majd a kormányfő fogja kezdeményezni egy pár hónap múlva a lecserélését. Gondolod, hogy az a kijelentése Florin Kücsúnak, hogy Vlad Voiculescu
nyilván elégedetlen volt a tárcának juttatott költségvetése, azt mondta, Florin Kütz pedig azt válaszolta neki, hogy egyszerűen nem képes elolvasni a költségvetést, nem bírja értelmezni a számokat. Ez erre utalhatott? Szerintem ez csak a felszín, és nem erről szól. Amit én felrónék, és valóban nagyon rövid ideje van a tárca élén most, de ne felejtsük el, hogy a pártja évek óta készül kormányzásra. Évek óta a tarsolyban volt az ő személye, mint egy potenciális egészségügyi miniszter, feltételezem a párton belül. Tehát akkor folyamatosan követnie kellett volna, kapcsolata is megvoltak azelőttről a rendszerrel, tehát ez a lagymatag hozzáállás ráadásul azok után, ami tavaly a koronavírus járvány idején egy nagyon felfokozott, egy inger küszöböt átlépő állapot alakult ki az egészségügy minden területén, kellett volna tudnia, hogy mire vállalkozik, és igenis első perctől kellett volna markánsabban jelen legyen, kell egy biztonságot is adjon egy miniszter a munkatársainak, hogy ismeri, érti a területet, és tudja, hogy mit kell csinálni. És pont Lorenzovics szakterületére mennék át egy kicsit, egészségügyi gazdaság szempontjából valamit már fel kellett volna mutatni, hogy hogyan is képzeli el azokat a pénzeket, amennyit fog kapni a minisztérium, hogyan kellene elkölteni, vannak-e valami víziói. Én ebből legalábbis a sajton keresztül nem láttam semmit, és a krízis helyzetekben pedig más nyilatkozott helyzete helyette, itt beszélünk a sajnálatos kórháztűz esetén, amikor Rajda Arafat volt, aki ott volt a fő szószóló, és a miniszter ott tanúként állt valahol hátul, mintha nem is érteni, hogy mit keres ott. Ez is számít, tehát számít, hogy mit kommunikál, akár testbeszéddel. Már itt az egészségügyi minisztériumnál tartunk, a költségvetést vetettem fel, mint a műsor fő témája a felvezetőben. Lorenzovics László, az egészségügyre szánt pénz az idei költségvetés tervezetben, az sok, vagy kevés, vagy elégséges, vagy pénzből sosem elég? Hogy kell ehhez hozzáállni? Ne felejtsük el, hogy milyen költségvetési deficitből indul ki Románia. Óriási költségvetési deficitről beszélünk, és én nem lennék annyira büszke a negyedévi gazdasági növekedésből, mert adósságból könnyű gazdasági növekedést generálni. Ez egy álgazdasági növekedés, nyugodtan ki lehet mondani. Hogyha kétszerennyi adósságot csináltan a Románia, akkor lett volna ott 10% növekedés is. Visszatérve az egészségügyi költségvetés, ez nem könnyű kiolvasni az egészségügyi költségvetését. Például a béremelésekre juttatott több mint 1 milliárd euró éves extra bérfizetés, az átmegy az egészségügyi minisztérium költségvetésén, és átvandarol az egészségbiztosítási költségvetésén, tehát nem szabad és nem lehet összeadni a két költségvetést. Azon kívül, ha állami finanszírozásról beszélünk, ugye, akkor a legnagyobb tétel az országos biztosító költségvetése, ehhez részben hozzáadódik a minisztérium költségvetése, és ehhez jönnek a helyi önkormányzatok keresztül és más minisztériumokon keresztül érkező pénzek, tehát első ránézésre még egy gazdasági elemzőse tudja megmondani, hogy ez több vagy kevés, és erre további összegek jönnek rá, ne felejtsük el, ebben a 30 milliárd euróban komoly infrastruktúrális pénzek jönnek az egészségügybe, és addig, amíg a három regionális kórház helyzete még az elképzelés szintjén tart, addig vannak projektek, amelyek nagyon előrehaladott fázisban vannak. Itt említeném a Szebeni megyei és gyerekkórház épületét, amelyiknek kész a terve, kész az engedélye, majdnem teljesen, és csak ezt a pénzt várták, hogy a finanszírozás induljon. Az is lehet, hogy a tendert kiírják hamarosan is, ezek után majd indul az építkezés. Tehát nehéz megítélni, hogy több vagy kevés. Mondom, biztosan, hogy több lesz, de nem tavalyhoz képest. Miért nem tavalyhoz képest? Mert a tavalyi egészségügyi kiad költségvetés tartalmazott olyan tételeket, amelyek egyszeri kiadások voltak, és pedig a COVID-pótlék, amit kaptak a kórház, az is alkalmazottak egy időre
valamennyit kaptak a családorvosok is, akkor nagyon sok személyt alkalmaztak rövid távon, ideiglenesen a megye egészségigazgatóságokhoz. Ezek többet nem ismétlődnek meg, tehát ezeket nem is szabad oda számolni. Úgyhogy az az észrevétel, ami többször elhangzott, hogy 19-hez kell viszonyítani a 21-es költségvetést, ez igaz, ez áll a lábán, és ahhoz képest egyértelműen nagyobb, úgyhogy egyértelműen állíthatjuk, hogy az egészségügy több pénzt kap. És hogy elége? Azt tudom mondani, hogy olyan óriási tartalékok vannak, és hatékonysági problémák és ebből adó tartalékok, hogy mikor majdnem 10%-os költségvetési deficiti helyzetből indulunk, akkor nem azt kell nézzük, hogy hogyan lehetne államadósság terhére többet kérni, hanem hogy lehetne az, ami van, jobban felhasználni, mert nagyon, nagyon komoly problémák vannak. Zsiga, hétfőn beszélgettem Rácz Béla Gergely kolozsvári közgazdásszal, fiatal közgazdásszal, aki azt mondta, hogy hát igencsak optimista költségvetést skiccelt fel a Florin Kücsú vezette kabinet, és egy olyan költségvetés tervezettel állt elő, amely nem csak a járványhelyzettől, hanem még az időjárástól is függ, mert a mezőgazdaság az egyik húzóágazatnak tekinti. Láttuk, hogy tavaly a mezőgazdaság fuldokolt, mindenből kevesebbet exportáltunk, mert asszály volt Romániában. Te hogy látod az idei költségvetés tervezetet? Fogja ez érni a hosszát, vagy azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy igazából a Florin Kücsú vezette kabinet, egy pénzügyminiszterből lett kormányfőről beszélünk, az igazából nem tett mást, mint olyan jó könyvelőként, jót azt idézőjelbe teszem, megnézte azt, hogy X összegünk van, van 18 minisztérium, és akkor ott elkezdte úgy osztogatni, hogy mindenhová jusson, és a végén még maradjon is valami kevés. Ezzel még nem is lenne baj, mert nagyjából így indul ki egy költségvetés elkészítése, hogy az előző évek tapasztalatából kiindulva, és a feltételezett bevételekből valamit felvázol. És itt megállnék ennél a szónál, és itt van a legnagyobb problémája a Romániának, a román költségvetésnek, a bevételek része. Tehát itt vagyunk nagyon sárosak, tehát nem hajtja be az állam azokat az adókat, illetékeket, amelyeket be kellene hajtani. Erre mindig ígéretet teszünk, hogy behajtjuk. Jó, de például legfrissebb napokbeli kérdés, pont a költségvetés vitája, előzetes vitája, konzultáció a gazdasági partnerekkel, akkor derült ki, hogy az a határozat, hogy eltörli a kormány az ingyen utaztatását az egyetemistáknak, negatív mérleg vele csúsztatja a vasúti személyszállítást. Tehát a kormány egyik zsebéből kivette, és oda nyomta, hogy a kormány, illetve az állam által működtetett vállalat működjön. Ennél nagyobb probléma is van, például a kokáért ott van a vasúti teherszállítás. 500 milliárd eurónyi összeget kell befizetnie az államkasszába, erre kötelezték őket. Miért? Mert eddig nem fizette be azokat az illetékeket, amelyeket a fizetések után, jövedelmek után, meg egyéb után be kellett volna fizessen az államnak. Tehát az a hiány, amiről beszélünk, hogy hiányzik akár a nyugdíjbiztosító vagy egészségbiztosító pénztár kasszájából, az állami vállalatok termelik meg zömében, és itt semmi lépést nem látok. Ugyanígy tovább mehetünk a nagy energetikai vállalatoknak az ilyen tartozásai felé. Tehát amiről itt most beszélünk, és nagyon lényeges, hogy igenis pénzügyminiszter, egykori pénzügyminiszterként, de pénzügyminiszteri vénával rendelkező kormányfőként nagyobb hangsúlyt kellene fektessen a behajtásra. És a behajtás nem a magán- és versenyszféráról szól, hisz ő viszi a terhet a vállán, hanem igenis azokról az állami vállalatokról, ahol elfolynak ezek az összegek. Én úgy tudom, hogy 20-30% körül van ez a behajtási rész, tehát ott még jócskán lehet dolgozni. A kiadási területe felén pedig kiszámíthatatlan a jövő. Egyfelől valóban óriási kölcsönökkel van terhelve a román gazdasági mérleg,
ezeket fogjuk tovább hurcolni. Valószínűleg az idén is majd megtörténik, hogy kölcsönökhöz fog folyamodni majd a kormány, ahogy nagyon helyesen említette az orvos közgazdász partnerünk, hogy abból lehetett behozni valamit az országba. Na most itt vannak a nagy gondok, hogy elindulnak-e azok az infrastruktúrális beruházások, ami akár európai pénzekből vannak, akár hazai pénzekből. Mert itt azról vitatkoztunk az adás elején is, hogy ki mennyi nyugdíjat, plusz nyugdíjat kap, közben kiderül, hogy nem tudjuk behajtani, amiből ki kell fizetni ezeket a nyugdíjakat, és ezért nincs, mivel nem tudjuk behajtani, ezért nem lesz nyugdíjemelés, ezért nem fognak többet kapni a kisgyerekes szülők, ezért nem fognak egyebeket kapni. Mert látjuk, hogy a megszorítás ott van, nem a nagy állami vállalatoknál, de nem mernek nyúlni, hisz most emlékezzünk vissza, decembertől mostani kik mentek itt sztrájkolni, az állami alkalmazottak. Akár a belügyminisztérium alkalmazottairól van szó, akár egészségügy, vagy akár más terület. Tehát ez a költségvetés, én azt mondom, többé-kevésbé így fog átmenni valószínűleg, mint ahogy most kinéz, kisebb-nagyobb tákolásokkal valószínűleg a koalíciós partnerek majd a parlamentben próbálnak bevinni olyan tételeket, amely saját választókerületük, vagy saját választóik számára fontos, de ha megegyezett a koalíció, akkor át fog menni ez a költségvetés. Lorenzovics Lászlótól kérdezném, hogy mennyire írhatja felül a 2021-es büdzsétervezetet a koronavírus járvány, a járványhelyzet, azt valamennyire még tudjuk kezelni, vagy bízom abban, hogy tudjuk kezelni, az időjárás már kevésbé. Igen, hát nem is a járványhelyzet az, amelyik a gazdaságot befolyásolja, hanem a politikusok reakciója a járványhelyzetre, és azt látjuk, hogy ha mosolyogva vagy sírva nézünk vissza a március esetszámhoz és a mostanihoz, akkor azt látjuk, hogy milyen jól lehet az ország bezárása nélkül is működni. Tény az, hogy azért jó hírek vannak, gyorsul az oltási sebesség, akarva akaratlanul a lakosság egyre nagyobb része beoltódik, immunizálódik természetesen, és úgy néz ki, hogy csak nem akar bejönni szerencsére nem akar bejönni a Románia a területére a harmadik hullám, ami kezdett lángolni tőlünk nyugatabbra, és ebből a szempontból úgy néz ki, hogy a gazdaság lassacskán kezdi élni a saját életét. Zsiga, az elemzők egy része azt mondja, hogy a Florin Kicu vezette kormány az rövid távon olyan népszerűtlen intézkedéseket hozott, amivel tulajdonképpen csak azt éri el, vagy azt érte el, hogy ilyen komoly rizikót vállalt fel. Itt említettük már azt, hogy tüntetések voltak. Az Alfa Kartel Szakszervezeti Szövetség, vagy több, ha jól emlékszem, január 14-e óta folyamatosan minden nap tüntet a fővárosban. A héten a Sanitas Szakszervezeti Szövetség is tüntetett, de tüntettek már a Román Vasúttársaságnak az alkalmazottai, tüntettek már a börtönőrök is, utcán voltak már a diákok is, nyilván azok, akik nem kellett iskolába menjenek, hanem online tanultak. Tényleg nincs más út, csak ezek a népszerűtlen intézkedések, vagy ezek annyira azért nem népszerűtlenek, csak mi kapunk annyira a szívünkhöz, mert nem vagyunk eléggé felkészülve. Megint vissza kell mennem a 2009-2010-es időszakra, amikor levágások voltak. Már említettem, Emil Bok még jobban levágta. Tehát igen, akkor, még jobban levágta. Tehát akkor a befagyasztásnak jobban, örüljünk. A befagyasztásnak, és örüljünk, mert örüljünk. Ne sírjunk, maradjunk annyiban. Azért mi ketten nem vagyunk állami alkalmazottak, tehát nem függünk mi a költségvetésnek tehát a magánszektorban dolgozunk, és a magánszektorban 50-60%-kal kisebb az átlag bér, úgyhogy ne sírjanak, én azt mondom, ilyenkor az állami alkalmazottak, mert munkatársainkkal, mikor beszélgetünk, hogy kiderülnek, hogy mekkora fizetések vannak állami szektorban, akkor azt mondják, hát mi is szeretnénk azért, és nyugodtan csendbe ülnek. Igen, de hát azt mondják a vendéglátósok, hogy a vakációs utalványoknak a
Tehát az a tény, hogy a kormány idén nem ad vakációs utalványokat, az befolyásolni fogja őket is. Persze, sőt, addig elmentek, és azt mondják ők, hogy ez a szürke és a fekete gazdaságot fogja majd táplálni, hisz ez egy követhető rendszer volt a vakációs utalványok, az üdülési utalványok. Valóban itt ez elgondolkodható, hogy mit kell megvonni, mi az, amit meg kell. Ugyanakkor az, hogy a béreket befagyasztották egy évre, nem kellene ekkora lázongást kiváltania, hisz azért most kedvenc témáim, amit mondtam, a kisgyerekes szülők és nyugdíjasok, ők nem vonultak az utcára tüntetni, közben ők nem kapták meg a beígért növekedést, vagy nem olyan mértékben fogják megkapni. Tehát itt azok mennek az utcára, akiknek a kezében olyan eszköz van, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra. Hisz valóban, hogyha bizonyos ilyen közérdekű szolgáltatásokat érint, akkor meggondolja a kormány, hogy mit tegyen. Én azt mondom, hogy a tüntetések tovább fognak folyni, de várjuk meg, hogy a büdzsé elfogadása után is ilyen nagy lesz ez a nyomás. Mindig akkor szoktak ezek a tüntetések lenni, mielőtt egy költségvetést elfogadnának. Amikor majd elfogadják, akkor meg csend van. Vagy azután csend lesz. Lorenzovics Lászlótól kérdezném, ön nem csak közgazdász, hanem egyetemi oktató is, nem csak egészségügyi közgazdász, hanem egyetemi oktató is, tehát most beszélgettünk az egészségügyi minisztériumnak szánt költségvetési pénzekről, nézzük a tanügyet. A tanügy az többet kap, viszont van, aki azt mondja, hogy hát az a többlet, az nem lesz elég arra, hogyha ismét online oktatásba kényszerülnek a diákok, akkor fedezni lehessen azt az infrastruktúrát, amit hát március óta nem tudott kiépíteni a kormány. Mi van a tanügyel? Egy kicsit térjünk vissza az egész közszektornak a helyzetére. Mondjuk ki, hogy a közszektorban nagyon sok privilégium van, és az utcára vonulások egy része a privilégiumoknak a megvédése. És addig, amíg ezek a privilégiumok az államadósság terhére vannak kifizetve, az államadósságot úgy azok fogják állni, akik a privilégiumot kapják, mind a többiek. De mindösszesen a kicsi fizetésűek, akit tetszett említeni az előbb, lesznek a végén azok, akik hátrányos helyzetbe kerülnek. Én azt látom, hogy minden bejelentett bátor rendcsinálási intézkedés lassacskán ellaposodik és eltűnik. A szemtelen pótlékok megszüntetése hirtelen lekerült a napirendről, pedig ez egy tény, és nem csak ez a probléma, hanem a feldúzzasztott adminisztratív személyzet. Azért azokban a városokban, ahol önkormányzati váltás volt, mindegy, hogy melyik megyéről vagy városról beszélünk, lassacskán kiállnak az új vezetők, és elmondják, hogy milyen alkalmazási szokások voltak az elmúlt években, és lassacskán a felszínre jön az összes sumákság és az adófizető pénzével való felelőtlen gazdálkodás, és ez csak különböző mértékű a különböző szektorokban, mert hogy mindenhol előfordul ez. Ami az oktatás helyzetét illeti, és az egészségügyre is ugyanez vonatkozik, mikor az elmúlt 3-4 évben elég számottevő béremelés volt, az egészségügyben nagyobb, az oktatásban is nagy, de nem annyi, nem akkora, akkor én egy dolgot hiányoltam, az, hogy cserébe nem kértek semmit, és nem is kaptak semmit, és ugyanúgy a tanárok héttől beteszik maguknak az órákat, hogy délután magánórákat tudjanak tartani, kirángatják az ingázó gyermekeket az ágyból 5 órakor, azért, hogy nekük folyjon tovább a személyes, szokásos bizniszük, és mentalitás és hozzáállásváltás nincsen, tehát úgy látjuk, hogy ugyanaz, sokkal több pénzért ugyanannyit kap
az adófizető gyereke, mint eddig. Esetleg annyit sem, mert online oktatásban vagyunk, és most, hogy a járvány leköszönőben van, úgy gondolom, hogy nem a digitális rendszer további fenntartására kéne koncentrálni, hanem arra, hogy az oktatás visszatérjen a normális kerékvágásban, ami nem zárja ki a modernizációt, de hogy ez alapvetően nem pénzkérdése, hanem szervezés és mentalitás kérdése. Lecsengőben van a koronavírus járvány? Lecsengőben van a koronavírus járvány. Lehet, hogy lesznek még kisebb hullámok, de a hullámoknak az amplitúdója egyre kisebb lesz, mert a járvány nem tud tovább terjedni egyértelműen. Most már három vakcinánk van, jön ki további kettő, gyorsul, nem annyira gyors lesz, mint amennyit egyesek kikürtöltek, vagy előrejeleztek. Ez azért, ha visszanézzük a régebbi adásokat, akkor ez nagyjából előrevetíthető volt, és erre az évvégi 10 millió oltott embert még megnézzük, amikor mindjárt eltelt három hónap, és még nem vagyunk egy milliónál. 500-nál leszünk, most aztán valószínűleg 6-700, tehát ez, de egyértelműen, hogy pozitív irányba mozdulnak el a dolgok, és nem kell elfelejteni a természetesen immunizált személyek számát is, amelyik szépen, lassan, biztosan nő, és valószínűleg háromszor akkora, mint ami a statisztikákban látszik. Tehát a vírussal való együttélés az mindenki fejében ki kell alakuljon, elsősorban a döntéshozók fejébe. A mai hír, nem tudom, hogy követték-e, hogy meg fogják szüntetni a kórházban a korlátozásokat, és pedig ugye az volt eddig, hogy csak az ágyak felére lehetett beutalni betegeket. Ezzel a nagyon nem inspirált, mondhatom, a hibás döntéssel rekord elhalálozást értek el. Romániában tavaly az elmúlt 4-5 hónapban az világháború után a legtöbb halott volt Romániában, és nem a koronavírus direkt következményeként. Zsiga, te hogy látod, a koronavírus járvány lecsengésével a politikai kedélyek is megnyugszanak, vagy épp ellenkezőleg elkezdődik a még nagyobb egymásnak feszülés? Én is azt hiszem, hogy le fog csengeni ez a járvány, de ne felejtsük el, hogy jó néhány szektort, gazdasági szektort nagyon keményen érint ez. Itt nem csak a turizmus vendéglátóiparról beszélünk, vagy a fesztiválokat szervezőkről, de itt már nagyon sokan azt mondják, hogy az idei év is megy a lecsóba, tehát nem lesz bevételük, ez pedig családokat érint, generál tovább problémákat, de akár elmehetünk, amint említetted az előbb, a mezőgazdaság kérdését, ahol szintén hogyan tudják értékesíteni, ezt látjuk, még mindig határzárak vannak, még mindig nehezen lehet az árukat mozgatni Európában. Nem is beszélünk Kínáról, amely nagy felvevőpiaca volt bizonyos termékeknek. Tehát itt olyan gazdasági problémák lesznek a következő hónapokban, amit lehet, hogy 2-3 év alatt, hogyha ki tud heverni a gazdaság. Lorenzovics László, az Európai Uniónak azon tagországai, amelyek főként turizmusból élnek, vakcina útlevélről beszélnek. Hogy kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez? Hogy korlátozás eddig volt-e? Volt. Útlevél volt-e? Volt, csak nem volt így nevezve. Nevezzük úgy, hogy eddig koronavírus teszt útlevél volt, mert ha nem tudtál felmutatni a határnál egy-kettő vagy ki tudja hány negatív tesztet, akkor nem mehettél be. Valamit eddig is fel kellett mutatni, hogy ennek mi a neve, az teljesen mindegy. Sőt, azt látjuk, hát hogy mindegy, ezek a szabályok... Vannak az oltás ellenesek, és azt mondja, hogy hát igen, ő tesztet végeztet, de hát beoltatni magát már pedig nem fogja, mert nem tudom, mi lesz vele. Az ő egyéni döntése. Románia azt mondja, hogy ő ezt nem támogatja, de már ő behozta, mert aki be van oltva, az nem kell karanténba vonuljon, tehát gyakorlatilag ez jogilag már le van fektetve, hogy Romániában igenis van már koronavírus oltás útlevél, csak nem így nevezzük, és ezek a típusú intézkedések egyre inkább racionálisak lesznek, sőt, ha megnézzük a magyarországi plastik kártya, a koronavírus útlevelet, akkor az is benne van,
hogyha én bizonyítani tudom egy laborban, átestem a fertőzésen egy ellenanyag teszttel, tehát gyakorlatilag én hivatalosan nem kellett átessek a koronavírus fertőzésen, hanem csak az ellenanyagot kell felmutassam, akkor én is jogosultva is megkaphatom ezt az úgynevezett igazolást. Tehát ez eddig a szakmailag a leghelyesebb és a legátfogóbb hozzáállás, teljesen racionális, és ha valaki úgy gondolja, hogy az ingyenoltás számára nem megfelelő, akkor nyugodtan minden héten vagy minden hónapban fizesse ki azt a 250 lejt a koronavírus tesztre, végül is a laborosok is meg kell éljenek valamiből. Igen, de hogy azt mondják azok, akik tartanak az oltástól, hogy mellékhatásai lehetnek. Nincs elég tudományos bizonyíték még a mögött, hogy igen, ez az oltás, ez valóban nem fog hosszú távon, 10-15 év múlva károkat okozni. Én nem azt mondanám, hogy mellékhatások lehetnek, hanem mellékhatások vannak. Az egyetlen kérdés az, hogy a mellékhatás milyen gyakran jelentkezik, ezek mennyire súlyosak, és a fertőzéshez képest, ha mérlegre tesszük, akkor ez jó vagy rossz. Vagy ha veszünk egy akármilyen gyógyszert, ezt gondolom tudják, hogy minden gyógyszer egyben méreg is, az egyetlen kérdés az, hogy milyen adagban veszünk be, és mennyi ideig szedjük. Tehát azok, akik oltás ellenesek, megkérdezem, hogy szednek egy gyógyszert, vagy életükben szedtek egy gyógyszert, és ugyanígy gondolkodtak-e. Szóval igen, minden véleményszabadság van, gondolkodásszabadság van, nyugodtan ezt lehet csinálni, addig, amíg a környezetedre nincs negatív hatással. Mert azért ne felejtsük el, hogy ha közösségbe kerül egy ilyen családnak a gyereke vagy a tagja, és olyanokkal kerül kapcsolatban, akiket nem lehet beoltani egy valós betegség vagy ellenjavallat miatt, akkor azoknak a személyeknek az életét veszélyezteti, és ebből a szempontból jogos lehet ezeknek a személyeknek a közösségi kapcsolatát korlátozni. Ami pedig a határon kívül belül járkálás, végül is ez egy egyéni opció. Ha akarsz külföldre menni a tengerpartra, akkor választhatsz az ingyen vagy a nem ingyen opció között, és tartsuk tiszteletben mindenkinek az egyéni véleményét. Persze, hogyha megnyőző kampányokat folytat valaki különböző médiumokban, és ez az áltudományra és a vélt feltételezésekre alapul, akkor ezt már nem lehet annyira felületesen vagy könnyedén kezelni. Zsiga, van még 2 percünk vakcina útlevéllel a turizmusért, kérdezzük itt a Szalag címben. A vakcina útlevél, illetve a vakcina megmentheti a turizmust? Mentheti. Vagy ez nem elég még? Megint hozok konkrét példát. Fiatal kollégáim azért harcolnak, hogy mi hamarabb megkapják az oltást. Nem feltétlenül a betegségtől való félelem, az, hogy mehessenek, majd koncertre megutazhassanak. Tehát lehet egy ilyen hatása is ennek. De még volt egy gondolat, ami felett nem siklenék el, amit az orvos közgazdász mondott, az, hogy aki közösséget veszélyeztet azáltal, hogy nem oltatja be magát, konkrét példáról beszéljünk, a pedagógusokról. Tehát nagyon sok pedagógus elzárkózik attól, hogy beoltsák. Itt az az etikai kérdés, vagy munkaadói kérdés is felmerül, hogy lehet-e kötelezni őket, vagy kell-e kötelezni őket arra, hogyha bemennek egy ilyen közösségbe, hogy igenis be legyenek oltva. Ja, hát ezt a kérdést ezt nem a hátralévő fél percben fogjuk megvitatni. Én Lorenzovics Lászlónak és Karácsonyi Zsigmondnak köszönöm a ma esti beszélgetést. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Mi jövő szerdán este 8 órától ismét itt leszünk a sajtópréssel. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!